Szinte semmi sem maradt a busz elejéből, miután a jármű megcsúszott az úton és kidöntött több fát. A busz végül úgy állt meg, hogy árokba borult és az oldalára dőlt. A szerződéses járattal 50-en indultak dolgozni szerda hajnalban. A sofőr olyan súlyos belső sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. Egy férfi sajnos a helyszínen életét vesztette, rajta nem lehetett segíteni. A sérülteket Székesfehérvár és Dunaújváros kórházába szállított. A busz roncsai közül nem mindenki tudott segítség nélkül kiszállni, és olyan is volt, aki az ülések közé szorult. A tűzoltók szabadították ki őket. A busz több utasának sikerült elhagyni a járművet. A helyszínre érkező Székesfehérvár hivatásos tűzoltók a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett 20 embert segítettek ki a járműből, a busz tetőablakain, valamint az első szélvédőn keresztül. Egy utas az ülések közé szorult, őt feszítővágóval szabadították ki a tűzoltók. A helyszínre 14 mentőegységet riasztottak, összesen 25-en sérültek meg. Ide a Székesfehérvári Szent György Egyetemi Oktatókórházba összesen 17 sérültet szállítottak. Egyikük állapota súlyos, őt még a mai nap folyamán lábszártörés miatt meg fogják műteni. Ahogy te is mondtad, a Dunaújvárosi Kórházba is szállítottak sérülteket. 8-an kerültek a Dunaújvárosi Kórházba, 6-an már hazamehettek, és 2 szorulnak még ellátásra. Hogy mi okozta a balesetet, azt a rendőrség szakértők bevonásával büntető eljárás keretében vizsgálja.